Jaj, kedves, megértő hallgató, nagyon szépen köszönöm, hogy vettétek a lapot. Igen, technikailag helyreálltunk. Azt kell tudni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ilyenkor frekvencián keresztül, vagy ha online hallgatok minket, a hanggal kell foglalkozzunk, mert most ebből a majdnem szombat második órájából, amikor is a második vendégem van már itt, ebből képi anyag is készül, azaz podcast formájában, ezt majd meg tudjátok nézni. A vendégem pedig Szóka Júlia. Szia! Hát szia! Nagyon örülök, hogy meghívtál, hogy itt lehetek, és a kedves hallgatókat is sok szeretettel köszöntöm, és téged is, és az egész stábot. Nagyon jó. Ugye volt itt egy kis pánik hangulat, az pillanatok alatt feloldódott szerencsére. Mindig ezt a derűt hordozod magaddal? Hát jó a kérdés, igen. De mi, tényleg én minden nap fel tudsz így kelni? Én esküszöm, hogy én mindig mondom, hogy én egy szerelem gyerek voltam, mert én boldogságra születtem. Tehát én nem mint Erika, hogy szerelemre születtem, hanem boldogságra, ahogy énekelte, ugye? Hogy, szóval én imádok élni, imádom a megoldásokat megtalálni, és soha, mindig azt mondom, hogy problémák vannak, jönnek elénk azért, hogy megoldjuk. Tehát, igen, van a mondás, amit egyébként én is beépítek az életem, hogy nincs probléma, csak megoldandó feladat. Hát persze, persze. És hát tudod, beszélgettünk arról, hogy ugye tanítok is itt Érden. Igen. A 35 éve művészi pályám levésem mellett, és a gyerekeknek, a növendékeimnek is, hát növendékek, mert nem kicsi gyerekek, hát magánéneket ilyen 18-tól, 17-től fölfele lehet tanítani. És őnekik is mindig azt mondom, hogy ha egy kisebb növendék panaszkodik, hogy figyelj, fogd fel lehetőségnek a problémát, hogy ezt most megoldjuk, ne tehernek. De és jó. Nagyon jó. Tehát ezek olyan, hogy mondjam, hogyha sokszor van, hogy az ember úgy gondolja, hogy hát ezek csak ilyen szleng, ilyen duma, hagyjuk ezeket a... És közben nem. Közben ezek nagyon-nagyon komoly dolgok. Tehát a felfogás kérdése az meghatározó, hogy én mit, hogy fogok fel, hogy nézem, milyen szemszögből. Abszolút. Hát a lelkünk ne sérüljön. Egyrészt, másrészt a gondolatainkkal meg tudjuk segíteni azt, hogy ezt a sérülést elkerüljük. Hát abszolút. Nyilván abszolút. A fotelból azért keljünk fel, a lépéseket tegyük meg hozzá. Persze. De hát olyan sok szörnyűség vesz minket körül a világba. Tehát igen. Ha bekapcsolsz egy tévét, vagy egy bármilyen szinteret, ahol ugye a világháló, vagy bármi, akkor csak a borzalom. Ugye benne vagyunk nyakig a világ változásába, a háború közepete, tehát muszáj az embereknek a lelki biztonságukat, békéjüket saját magukba megtalálni ahhoz, hogy mások felé egy kis pozitív kisugárzást tudjanak kivetíteni magukból, mert akkor talán van esély arra, hogy egy kicsit mentjük a helyzetet. Én maximálisan a te álláspontodon vagyok, és ezzel értek egyet, hogyha valahogy érdemes, akkor talán így ezt az életnevű dolgot művelni. Igen. Veszprémben születtél. Igen. Pápán végezted a középiskolát. Azt is elárultad nekem, hogy mikor, mert megnézted. De azt most nem mondjuk ki. Elmondhatjuk. Ki szeretnéd, hogy... Elmondhatjuk, mert képzeld el, itt Érden a művelődési ház volt olyan drága, hogy felkértek engem egy szülinapi műsorra. Nagyon hamar belecsaptunk. Úgyhogy egy nagyon kerek szülinapban, de hagyhatjuk a végére ezt. Jó, igen, ez legyen majd még egy következő lépcsőfoka ennek. De hogy akkor, ugye, Veszprém, pápa, és akkor hogy kerülsz Érdre? Hát úgy, hogy ugye felkerültem Budapestre tanulni. Tehát a pápa, ott óvónőképzőbe érettségiztem, és miután a zenével szerettem volna mindenképpen foglalkozni, muszáj voltam feljönni Budapestre, és akkor zeneművészeti főiskola, 88, és operettszínház egyenesen, tehát... Na, de ez nem ennyire evidens, tehát hogyha valaki a zeneművészetin végez, az nem azt eredményezi egyből, hogy na jó, akkor én már is egy színháznál vagyok. Hát de nálam azért volt ez kicsit, hát az, hogy sikerült, az is számomra nem volt egyértelmű, de aztán egyértelművé vált, hogy... De hogy sikerült? Hogy jött ez? Hát próbált kellett énekelni a főiskola után, és nem hittem benne egyébként, úgyhogy a Maklári László karnagy úrtól meg is kérdeztem a meghallgatás után, hogy de karnagy úr, milyen esélyekkel rend
elkezdem, mert nekem kell akkor tovább menni Pécsre, vagy ide-oda, és akkor mondott is egy ilyet, hogy mondja maga, egyáltalán nincs tisztában a kvalitásaival, vagy valami. És akkor már, de ez is olyan volt, hogy lehet így is érteni, lehet úgy is. Jaj. Úgyhogy még inkább belém tette a... Na jó, de gondolom, ő abban az értelemben használta ott azt akkor, hogy nem tudja, persze, hogy maga jól énekel? Hát így használta, csak én még mindig akkor a kérdőjel ott volt, és én már abban az időben jártam úgymond haknizni, ami a nagyokkal, tényleg a nagyokkal, tehát ezt úgy értsd, hogy a minden műfaj, tehát legyen az magyar nóta, táncdal, tehát a Poor Pétertől elkezdve Dobos Attiláig, szegény, akit ugye nemrég vesztettünk el, vagy sorolhatnám, tehát mindenkivel felléptem. Mi hányat írunk az ekkor? Az opera énekesektől, ez 89. 88-ba kerültem a színházhoz, tehát ez olyan 86-7-ben már én dolgoztam ezekkel az emberekkel, főiskolás koromban, és akkor kihasználtam ezt a lehetőséget, és akkor emlékszem, Aracki Lászlót kérdeztem meg, hogy te nem tudnál egy kicsit utána nézni, hogy mi a helyzet az Operett Színházban, és ő pedig az akkori igazgatót nagyon jól ismerte, barátja volt, dehogy nem utána kérdezek, és akkor onnan tudtam meg végül is, hogy felvesznek, szerződtetnek, úgyhogy onnantól, mert akartam tudni, hogy lesz ez. Na igen, de oda akkor be kell, hogy kerüljön a képbe egy másfajta kvalitás is, mert az, hogy egy színházról beszélünk, operettről különösen, amihez jár a tánc, oda azért kellenek a színészi képességek is, mert nagyon nem mindegy, hogy mi van a mögött, amit én előadok, hogy egyszer csak ott elkezdtek téged úgymond kigyúrni színésznővé? Hát igen, a nagyoktól. A Németh Marika volt mindig is a példaképem, őtőle rengeteget tanultam, hogy kell bemenni a színpadra, kijönni, és bent is történjen valami. Egy elevennek az egésznek az eleganciája, de mondjuk azért én azt vallom egyébként, hogy egy primadonnai lét az egy született dolog. Tehát én kicsi korom óta éreztem ezt, hogy én ezt szeretném csinálni. Volt egy élményem Veszprémben, láttam a Csárdás királynőt Németh Marikával, amiben még a nagybátyám is játszott. Szóval azért azt el kell mondanom, hogy én egy ilyen zene szerető, művelő családba születtem bele. Édesanyám is énekelt, és a nagybátyám, Simon Géza pedig színész volt Győrbe a halála. Hát akkor abszolút megvan minden szál ehhez. Igen. Tehát bennem volt ez, és az a gyerekkoromban engem megérintett az, hogy Zsuzsanna az édesanyám, most 82 éves, úgyhogy innen is nagyon sok szeretettel köszöntöm, meg jó egészséget kívánok neki, Veszprémben él. És megérintett az, hogy gyerekkoromban odaült a, képzeld el, ilyen családi összejöveteleken, odaült az asztalhoz, és akkor egy kötek, kotta, operett, magyar nóta, és elkezdte játszani a zongorán a melódiákat, és sose felejtem, mert ugye ő Zsuzsanna volt, és mindig névnapokon köszöntötték, és elkezdte játszani a Kálmán Imre muzsikáját, hogy jaj Zsuzsikám, egy kicsi csók kellene, add ide hát, azt a pici csókosszád, és ilyen totál boldog hangulatban, érted? Na hát engem ez kicsinek, ez szinte belém ivódott, belém égett ez. Azért valószínű, hogy most is, amit kezdtük a beszélgetést, hogy én mindig ilyen jókedélyű vagyok, hogy na meg hát azért hozzátartozik, hogy nagyon örömmel jöttem ide hozzád, úgyhogy... Jaj, de jó, akkor jó, remélem, hogy akkor ez még egy ilyen plusz hozzá tud adni, bár ugye itt, amikor már valaki föl van építve teljes pozitivitás, oda már mit rakunk? De örülök, hogy itt vagy, és örülök, hogy ekkora derűvel vagy itt. Te mit látsz egyébként? Én azt gondoltam, és akkor kezelj egy picit laikusként ebben a kérdésben, hogy az operett, a magyar nóta műfaja az így a rendszerváltás után, minthogyha kikopni látszott volna. Aztán a 2000-es évek környékén ennek megint volt egy fellendülése, most ez hogy áll? Hogy a következő generáció, aki érkezik, és mondjuk a színház iránt érdeklődik, de az éneklés is egy olyan, ami felnyitja mondjuk a szemét, és szeretne ezzel foglalkozni, hogy ők mennyire befogadóak most erre a műfajra, hogy ez kezd majd szépen eltűnni, vagy ez soha nem fog eltűnni, csak hullámzásai vannak? Hát én inkább ezt az utóbbit mondanám, nagyon bízom benne, hogy így lesz, mert én elsősorban arról tudok beszélni, amit én próbálok ezügybe tenni. Először is van egy ok, ugye 20 éve tanítok a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolába, és most már elértem azt, hogy bele tudtuk venni az oktatási intézmény, ugye kiad egy hivatalos, van egy hivatalos tanterv.
És azon belül minden iskolának van lehetősége, hogy azt formálja. És most azt hiszem 19-ben volt először, és most is megerősítettem, hogy ebbe a tanterbe, a helyi tanterv úgy hívják, belevettem én azt, hogy vizsgákon ne csak a klasszikus anyag legyen, hanem igenis legyen ott a musical, a kuplék, operett, örökzöldek, tehát teljes mértékben az operett, ugyanis ezek komoly énekelnivalók, és stílusgyakorlat is, ha azt veszük. Igen. Tehát akinek, akit a jó Isten megáldott egy jó hanggal, mert én úgy vallom, hogy azt az égiektől kapjuk, aztán a technikát meg ugye, ha van egy jó tanár, megtanuljuk, vagy több tanár. De kell hozzá egy jó hanganyag, ugye, amit lehet művelni, csiszolni. És ha megáldotta az Isten az embert egy szép hanganyaggal, akkor az a sokféle műfajbeli kirándulások mentén derül ki, hogy az tulajdonképpen mire lesz predesztinálva. Musicalekre, vagy operába megy, ugye, operai hanganyag, vagy egyszerűen a populáris világban, meg hogy mit szeret az illető. Tehát én nem sok kis opera énekest akarok képezni, meg főleg nem sok kis Szóka Júliát, érted? Tehát hanem mindenkinek megtalálni egy adott technikai alappal, klasszikus hangképzés alappal, és kinyitni a szemüket, hogy létezik ez a műfaj, ismerje meg az irodalomnak a szerzőit, az alkotóit, tehát akik létrehozzák a műveket, akik ugye előadják, a műfaj előadóit, tehát hogy legyen egy abszolút képe. Na most én ezügyben így dolgozom, és nagyon remélem, hogy tehát magyar nótát is tanítok, és egyszer emlékszem, hogy készültem, nagyon érdekes sztori volt, a Duna TV-be egy Jó ebédhez szól magyar nóta felvételhez. És hát nem jött egy növendékem, kihasználtam azt az egy órát, képzeld el, és bejött a következő, és félve jött be, mert nem tudta, hogy mi ez az éneklés, ugye magyar nótát énekeltem, és mondta, hogy tanárnő, mi volt ez a szép dal? Képzeld. És elénekeltem neki, és tételesen emlékszem is rá, hogy ez az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, Bárdos Lajosnak a műve volt egyébként, és annyira tetszett neki, mondom, hát tanuljuk meg, mert hogy ő ezt neki annyira tetszik. Na már itt meg is fogtam őt. És ennyi, onnantól kezdve be is lett húzva ebbe a világba. Be is lett húzva, és mondom, mutatok neked egy pár szép dalt, ugyanis hát a magyar nóta főleg olyan, tudod, Petőfi versére például gyönyörű magyar nóták vannak, de sorolhatnám. Tehát, na, és én azt mondom, hogy nem könnyű a helyzet, mert ugyanakkor, hogy mondjam, azt gondolom, hogy több figyelem kéne a cigányzenészekre, a muzsikusokra, a zenekarokkal, ugye rengeteg cigányzenekarral dolgoztam, remek prímásokkal. Most elkezdeném felsorolni, biztos kihagynék valakit, de tényleg hát 35 év alatt szinte nincs olyan prímás, akivel ne dolgoztam volna. És úgy érzed, hogy nem kap elég figyelmet ez a műfaj? És nem kap, tehát kicsit többet kéne, hogy ne kelljen elmenni azoknak a muzsikusoknak, elmenni esetleg árufeltöltőnek, vagy nem tudom, a COVID az rettenetes nagy... Az minden területen nagy érvágás volt egyébként. Miközben, amiről te beszélt, az ott meg nagyon fontos az a része is, hogy hagyományőrzésről van szó. Hát hagyományőrzés, így van, és éttermekben például volt egy ilyen időszak, hogy behozták ezt a lehetőséget, hogy az étterem leírhatta gyakorlatilag az adójából, meg én nem akarok butaságot mondani, de volt egy ilyen lehetőség, hogy a zenekarok játszhattak, leszerződhettek éttermekhez, és akkor gyakorlatilag az étteremnek az, hogy egy zenekart foglalkoztat gyakorlatilag, akkor az az adórendszerben valahogy... Egy ilyen kedvezményre jogosította, mondjuk, igen, a helyadót. A helyadót, igen, igen. De aztán ez azt hiszem elmúlt, vagy vége lett. Szóval, hogy vannak jó kezdeményezések, csak ezt folytatni kéne. És hát ezek a muzsikusok szenzációsak. Egyszerűen csak szuperlatívuszokba tudok róluk beszélni, ugyanis mindent játszanak. A klasszikus zenétől, Liszt, Brahmstól elkezdve, a cigányzenén keresztül a magyar nótáig, bármit. Még a könnyű zenét is, a jazzt, vagy bármit. Nagyon érdekes a magyar nótával kapcsolatban, hogy szerintem az emberekben kialakult egy ilyen sztereotípia, ami úgy egyébként a magyar általános
közlétre is jellemző, hogy a magyar nóta az nagyon borús, és ugye sírva vigad a magyar. Hát igen. Ennek igen. Mi az igazsága? Hát te, azért, aki azért egyébként több száz ilyen nótát énekeltél már. Igen, igen, de valóban meg kell érni rá egyébként, de itt is csak azt tudom mondani, ha valakinek szerencséje van, és lát, hát rengeteg fiatal van, aki énekel magyar nótát, és a Duna TV-ben van is erre olyan kezdeményezés, hogy mindig van egy meglepetés ember. És az vagy egy fiatalabb színész, vagy... Tehát, hogy mondjam, irányítani kell, mint mindent az életbe. Tehát, hogyha valaki irányítva van, te ezeket a nótákat tanuld meg, mert ez nem olyan, hogy eret vágok magamon, tehát annyira szomorú, hogy nem tudom, az életemet horrontottam én el. Úgyhogy nem lehet nyilván egy kezdő énekesnek ilyet adni, de tele van olyan tartalmú és témájú nóták léteznek, ami egy ember életet mond el négy sorba, és szép. Vagy születésnapokra, vagy alkalmakra, vagy... Tehát én nagyon bízom benne, egyébként Érdenél Madarász Katalin, akinek szintén a 90. születésnapját fogjuk januárban ünnepelni. Igen, ajánlom, tudok róla, már tudok róla, a terveim vannak, és csak mondom. Imádom a Katikát. Nagyon sokat léptem föl vele, és ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy a legméltóbb módon közvetítse az embereknek tényleg ezt a műfajt. Én csapongani fogok, mert hogy van egy ilyen műfaji sajátosság annak, amikor én beülök egy mikrofon mögé. Én okozom ezt a sajátosságot. De hogy az adás kezdete előtt beszéltünk arról, hogy valamit akkor Szóka Júlia, hogy tegyünk be tőle valamit, azaz tőled. Igen. És te mondtad, hogy a Serbán Attilával volt egy duettetek, amit ráadásul kiderült, hogy egy olyan embernek az előadásából szedtetek elő, akit én nagyon szerettem, már nincs köztünk, a Queen zenekarból, ugye a Freddie Mercury, és akkor ezt úgy tudom, hogy a barcelonai olimpiára írták ezt a dal. Így van, de akkor ehhez el kell mondanom, hogy 2009-ben, ha jól emlékszem, a Margit szigeten volt egy bemutatója, egy Bohém rapszódiája címmel, Freddie Mercurynek az élete, ahol több Freddie Mercury volt, így álmodta meg Miklós Tibor ezt, és sajnos nem játszottuk ki ezt az előadást, mert ő meghalt, Miklós Tibor, igen, sajnos, de volt egy pár nagyon szép előadásunk, és ez az ő életéről szólt, Freddie Mercury életéről, és Serbán Attila volt a partnerem, akkor ő volt a Freddie Mercury, én pedig Montserrat Caballé-t játszottam a darabba, és hát ugye ő egy világszenzáció, opera énekes így volt, van, csodálatos hanggal, és mikor megkaptam ezt a lehetőséget, hát én olyan boldog voltam, és akkor azt mondtam, hogy itt van, tessék, álljunk meg egy pillanatra, ami az én hitvallásom, hogy nincsen műfaji különbség, hanem csak jó zene van és rossz zene van, és ez bejött. Tehát ez nekem egy olyan beteljesülés volt, hogy elénekelhettem ezt a duettet, és egy kis jelenet is volt hozzá természetesen, hogy fantasztikus volt. És ez fel lett véve, YouTube-ra is felkerült, és meg lett örökítve, és ettől olyan boldog vagyok, úgyhogy az örökké valóságnak megmaradt. Ez egy fantasztikus dolog egyébként, és a Freddie Mercury az ugye mindig kereste az újdonságokat, és igen, ő volt az, aki egyszer csak valahol ők találkoztak, turnéztak, és akkor beült egy opera előadásra, és akkor a Freddie azt mondta, hogy ki ez a nő, igen, ezzel énekelnem, igen, kell. Igen. És igen. Akkor... Ő elhatározta, hogy ő nagyra tartotta, és szeretné, imádta, és egy óriási barátság szövődött. Pontosan, és rögtön azt írta is az önéletrajzi könyvében, hogy és egyszer csak találkoztunk, és az első alkalomtól röhögtünk, mint az ökrök. Igen. És nagyon onnantól tudták, hogy ebből egy óriási barátság lesz, és igen, akkor ti is ennek hangot tudtatok adni. Úgyhogy most akkor ebbe egy picit belefülelünk. Jaj, de jó. Most lehúztam a mikrofont. Igen, de igen, jó. Igen. Ez egyébként képzeld el, hogy 3000 ember állva tapsolt a Margit szigeten a duettünk után, és ez élő felvétel. Tehát ez nem stúdió, ez élő felvétel lett rögzítve. Képzeld el, majdnem meg kell, ez vagyok én. Szerintem ilyet nem lehet énekelni. Tessék? Hát ilyet nem lehet kiénekelni. Hogy, hát hogy? Nyilván ki lehet, arra persze, mondom csak, hogy én érzi, nekem ez mindig ilyen elképzelhetetlen. Élő felvétel volt, és...
Hát Margit szigeten ez, a fölállt az egész közönség, hogy tehát nem lehetett ismételni, mert ment a darab tovább. És úgy kellett megtanulnom is, képzeld el, hogy nem volt kotta semmi, és a kabályé után, füllel. És spanyolul is énekelek benne, meg magyarul is. Úgyhogy nagyon nehéz tehát volt. Hallás után? Hallás után. Ami nekem annyira újdonság volt, mert én ilyen nagyon vizuális kotta. Neked kell, nyilván utána elengedett, de gondolom látod lelki szemeid előtt, hogy... Persze, de utána már a magamévá tettem. Csak nagyon. Olyan furcsa volt. Atya úr, Istenem, hogy lehet így énekelni? Sajnáltuk, hogy aztán nem volt ebből már több előadás. Még Szarvason játszottuk, meg Győrbe. Erről is tök jó, most akkor ki is térnék erre, hogy milyen az, amikor valaki kotta nélkül vagy kottával, egyrészt meg, hogy hát opera, most operáról beszélünk. Hát opera, vannak benne operai vonulatok, mert ugye tele van koloratúrával, majd mindjárt jön. És ebbe a duettbe is ez van, hogy szólj te áldott hang, tehát hogy a kabályénak a vele való munkába, hogy teljesedjen ki, mert imádta a hangját. Imádta. Azt nem mondom a könyvben is, ahogy beszél róla, Peter Freeston volt ott a Freddy utolsó éveiben mellette a legjobb itt barátja. Itt volt a bemutatón, Margit szigeten. A Peter Freeston? Peter Freeston, itt volt. Ő volt a Freddy legjobb. Ő írta a könyvet. Nem, ő írta a könyvet. De. A Freddy-ről. És én azt olvastam, és onnan tudtam meg ezt a történetet. Na, igen. Ő itt volt, igen. Megismerhettük. Az nagyon jó. Ja, hát az nagy fantasztikus. Nagy élmény volt, óriási volt. Ő tudott a legtöbbet, Freddy Mercury. Még a zenekari tagok sem tudtak annyit róla. És a Miklós Tibor, ő nagyon jó barátságba került vele, a Peterrel. Hát ez óriási. Jó beszélt angolul minden, úgyhogy... A Freddie Mercury-n éreztem én mindig azt már gyerekkoromtól, hogy én a barátja lennék. Aha. Hogy úgy ne, hogy nagyon azt éreztem, hogy ő tényleg olyan, hogy... És kiderült az önéletrajzi könyvből. Igen. Hogy ő olyan, hogy akit szeret, azt viszont a keblére. Azt élete végéig. Igen. Nice. Kihúzom akkor most itt. Mindjárt vége van. Ja, azért, mert mindjárt levágja. Igen. Hát ez a taps, ez most is szólhatna itt a helyszínen egyébként. Szóka Júlia a vendégem, és hát azért nem mondanám, hogy ez egy könnyű dal. Hát abszolút nem. És közben beszélgettünk, és te elmondtad, hogy ezt ráadásul hallás után tanultad meg ezt a nótát. Igen, igen, nem volt kotta egyáltalán ebből, és le kellett venni hangról hangra a koloratúrát belőle, és hát kismilliószor meghallgattam. Ezzel keltem, ezzel feküdtem, úgyhogy
Tényleg. Ebben akkor őrületes meló van. Nagyon sok meló, mert én egy kotta hű, hogy mondjam, én nekem a kotta az abszolút, tehát a, vizuálisan látom, megmarad bennem. Tehát ez most olyan bizonytalanság is volt az elején, de hát aztán rögzítettem. Igen, ez itt nem jött át, ez a fajta bizonytalanság. nem, mert aztán rögzítettem, de nagy kirándulás volt az életemben, és hálás vagyok a sorsomnak, hogy elénekelhettem. Tényleg, mert ez egy ilyen nagyon-nagyon jó, lubickoltam benne. Oh, hogy úgy mond. De az jó, lubickolni jó. Egyébként igen. Ez fontos. Én mindig ebben hiszek. Legyen szó akár előadó művészeten belül egy énekesről, egy színészről, aki mondjuk egy karakter formál igen. meg. Ha nem lubickolhat benne, igen. az nem annyira jó, nem? Hogy mindenképpen a felszabadultság érzése, még akkor is, hogyha nehéz a szerep, igen. de az ott kell, hogy legyen benne különben. Igen. Azt valahogy a nézőt nem tudjuk átverni. Szerintem az kiszagolja, hogy valami nem stimmel. Nem, és hogyha jól érzi magát az ember a színpadon, az hat le. Ja, abszolút mértékig. És akkor a néző is jól érzi magát, felszólt, mert különben izgulnia kell a nézőnek, hogy szegény művészet, csak el tudja énekelni. és mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj a tanítványaimnak is, hogy érezd jól magad, mert különben izgulok, hogy meg tud csinálni, hogy ne produkció legyen, hanem élvezd. Tehát... Igen. Nekem egy időben nagyon nehéz volt az, hogy amikor kollégákat néztem, és bakizott a szövegben, ott voltam helyette, átéreztem, és mondom, úristen, most nem érzi jól magát. Hát bakizott, én akkor tudom, hogy azon adja, hogy vajon ezt hogy vették észre, most akkor ezen igen. túl kéne lendülni, kicsit igen. kibillentem. De hát közben meg az van, hogy és akkor mi van? Hát igen, persze. Úgy is megyünk tovább. Semmi. Minden megy tovább. Igen. Operett színházból a te színházi létezésed az hogyan folytatódott? És mi a helyzet ma egyébként veled, hogyha a színházat nézzük? Hát igazából szabadúszó lettem, mert mentem Amerikába, és nem akartak elengedni, és akkor én azt mondtam, hogy nem kaptam ott meg akkor egy premiért, a Mágnás Miskát, nagyon szerettem volna, és azt mondtam, hogy én játszani akarok, és akkor Amerikába volt egy lehetőségünk kimenni, és én kimentem. És akkor azt mondtam, hogy szabadúszó leszek, aztán utána visszahívtak vendégként. Mennyi időt voltál kint? Hát az csak egy darabbal, egy hónapot voltunk. Ja, hogy így, tehát jó, nem igen. volt, nem volt olyan vészes, csak nem tudom, valahogy így égi állás, azt akarták, hogy én most itt lépjek ez ügyben, és megtettem. Hát azért viszed a magyar nóta zászlaját, tehát hogy azt akkor itthon kellene tartani. Nem lehet, hogy volt ebben egy ilyen tudatalatti üzenet? A Szibélt játszottunk kint, különben a Szibél előadást csináltunk. Úgyhogy operett ment. Nem engedtek ki, én pedig ki akartam menni, és nem tudom. Úgy éreztem, hogy ott több feladatom van. De mindegy, mert utána visszahívtak a Marica grófnőre, amivel mentünk Münchenbe, úgyhogy vendégként. Meg akkor volt abban az időben, tudod, hogy megszűntek ezek a státuszok, hanem szerződtetés, ezek régen ez a KFT dolog működött, tudod, emlékszel? Volt egy idő, tudom. Hogy a közalkalmazotti helyzet megszűnt, és akkor mindenkit darab szerződések jöttek létre, és akkor vállalkozóásként kellett vinni. Igen, és akkor kérlek, számlázz le, hány előadásod volt ebben a hónapban? Igen, nagyszerű, igen. akkor ennyiről áll is kikérlek, annak a felét igen. levonjuk. Igen. Igen. Úgyhogy, de az operett iránti elkötelezettségem töretlen 35 éve, tehát azóta. Sőt, olyannyira, hogy most tavalyi évben egyik kollégám, nagyon általam szeretett kollégám, és jó barátságban is vagyunk, Teremi Trixi, akivel tényleg 35 évet végig dolgoztam igen. az Operett Színházban. Ő a Rátonyi Színháznak az igazgatója lett, illetve úgy mondom, hogy megalapították a Rátonyi Színházat, és annak lett az igazgatója, és ők felkértek a Szibil című előadásba a nagy hercegnő szerepére. Tehát amit 30 éve bemutattunk, ahol én Szibilt játszottam, most az idősebb primadonna szerepet játszhattam el, és ez is óriási. Mert hát valljuk be őszintén, hogy váltani kell tudni szerepkört. Tehát aki nem látja be, hogy váltani kell, az megreked, vagy nem képes a megújulásra. Én pedig nagyon, nagyon a mondó vagyok, hogy meg kell újuljunk, hát muszáj. Nagyon fontos, ráadásul az élet is egy folyamatosan változó valami, hát és van, nekünk ezzel van. A ritmussal tartanunk kéne a lépést. Meg az szerintem mindig visszás dolog, és tényleg sok ilyen színész működik, hogy 50 évesen is ő még mindig 20 évesnek akar mutatkozni, holott pedig nem így lehet. Mondanám neki, nem hogy lehet. De hidd már el, nem, hogy jól áll a kor. Persze. Hát nincs azzal gond.
Nem lehet. Sőt, hát bele kell tenni az elmúlt éveket, és akkor... Hát a tapasztalás hát ott van. Tehát tulajdonképpen mi a mi földi létünknek a lényege? Egy tanulás, egy út, egy tapasztalás. Tehát amit aztán egy szolgálat tulajdonképpen, hogy tudjuk átadni a fiataloknak. Úgyhogy muszáj megújulni. És hát lélekben örök fiatalok maradunk egyébként, mert az nem öregszik a lelkünk, és begyűjtjük a sok tapasztalatot, meg tudást, de muszáj tudni azt, tehát én már semmiképpen nem szeretnék primadonna szerepet játszani. Isten őriz, hát tele van tehetségesebb emberekkel a színház, a műfaj, a fiatalok. Hát ez, ráadásul az operett, mint műfaj, az a fiatalságnak a, tehát szép emberek, gyönyörű ruhákban jól énekelnek, és szeretni kell őket. És ennyi, semmi dolgunk nincs. Vattacukor, cukorbombon, tűzijáték. De egyébként a operettben nagyon, nagyon érdekes különben ez a tejszínhabos dolog, hogyha belemegyünk a történetbe, egyszer színetárt tanár úr mondta, hogy az operettre nagyon kell vigyázni, mert nagyon kell, nekem a Viktóriát rendezte ő, és az operett színházban, és tényleg nagyon kell vigyázni, hogy ne operetli, ezt a szót használta, és én ezt nagyon belém égett. Mint hogyha ilyen operettecske. Operettecske, igen, uh-huh. Operetli legyen, tehát az operettet, mint olyat, nagyon komolyan kell venni, hogy ez egy arisztokratikus műfaj, meg kell adni az eleganciáját, de a történeteket, hogyha megnézzük, hogy mi a története, ugye tartalma a daraboknak, azért nagyon sok komoly dolog van benne a szerelem mellett, tehát például nekem, én imádom a Huszka Jenő Mária főhadnagyát, mindig példaképpen említem, ami egy 48-as darab. Tehát igen, Kossuthról, és tehát a háború, a harca ezekről szól, és azon belül persze ad helyet és teret a szerelemnek, az emberi érzéseknek, tele humorral is akár. De ott van a történelmi rész, amin nem lehet túlmenni, tehát... És mindenkorban, tehát a háborúban is voltak szerelmek meg. Tehát ez végig kíséri a történelmet gyakorlatilag. Évtizedeket vártak egymásra, hát, férfi hát, és nő. Igen, tehát... Volt, hogy a levél el se jutott a másikhoz, hogy igen, tudja, hogy de igen, várlak, igen, és még igen, mindig igen. Szeretlek. Tehát... Nem, tehát azért komoly drámák vannak ebben, mind a mellett, hogy ott az a szirup, vagy hogy mondta, tejszínhab. Hát tejszínhab, de ez inkább az arisztokratikus, tehát ugye az a közeg és annak az eleganciája. Ugye, hogy, de én nekem ez jó dolog, mert egy tartást is ad. Tehát nem mindegy, hogy megy az ember a színpadon például. Nekem emlékszem, mikor az Operettszínházba kerültem, akkor ez is téma volt, és érdekes, nem is gondoltam volna, hogy mennyire fontos, hogy amikor egy színpadon megy az ember, akkor nem a lábunk megy, hanem a test, a gondolat, a fej. Tehát a fej megy, a lábunk megy utána, és ez egy óriási... Annyira fontos igen, dolgot mondasz. Igen, nekem, igen. Nekem egyszer azt mondta, volt pantomim tanárom, New Yorkból jött ide Magyarországra, és most már itt képzeld el, és ő mondta mindig, hogy a melkasod visz, barátom. No. Ott van a szíved, onnan indul igen, minden, igen. Az visz. Ott van a lélegzeted, minden. Ott. És az erő, energia. A többivel ne foglalkozz, az fog bejönni. Igen, nem vagyok kíváncsi, a fejedre se. Óriás. A melkasodat akarom látni. Gyere be, ugyanezt. Igen. Tehát igen. Nagyon lényeges dolgot tehát mondtál. Ez bennem annyira megmaradt akkor, és hát látok azóta én is sajnos gyalogolni embereket a színpadon. És gyalogol, és ahelyett, hogy vonulna, de hát ezért imádok tanítani egyébként, hogy nincs mindenre lehetőség a magánének órákon, de amikor a színpadi megjelenést tárgyaljuk, akkor ez is ott van, hogy hogy mész be, meghajolsz, és hogy tartod magadat. Tehát ezek alapvető dolgok. És itt kell megtanulni picibe. Aztán, hogyha valakit elvisz a jó sorsa komolyabb helyekre, akkor ezt már tudja. Igen. Írnak, születnek mostanában új operett darabok? Vagy még mindig a régi, jól bevált megírtakból kell dolgozni? Szerintem... Mert musicalekről tudom, hogy folyamatosan születnek újak. Folyamatosan így van, de operettben is vannak próbálkozások szerintem, de most megfognál, hogyha most konkrétan kellene mondanom. Nem is ez volt a célom, mert én magamat már meg tudtam fogni benne, ezzel, hiszen nem tudom. Én se, de biztos vagyok benne, hogy vannak próbálkozások. Hát Júli, az a helyzet, hogy elment az idő. Mindjárt vége, de azért de az a
a bombont a végére azt azért csomagoljuk ki. Igen. Mert hogy az van, hogy Szóka Júlia 60. születésnapig áll a műsora. Hát képzeld el, lesz egy ilyen december. Igen, nem mintha egyébként nem derült volna ki, és már nem hangzott el. December 14-én csütörtökön délután 2 órától a Szepes Művközpontban. Te mit tudsz erről? Mert ez innentől kezdve... Hát azt tudom, hogy... Az nincs odaírva, hogy meglepetés, mert hiszen... Azt tudom, hogy minden jegy elkelt. Az de jó. Sajnos. Mi? Sajnos? Hát az, hogy még nagyon sokan lennének, akik jönnek. Ja, hogy úgy, ja, értem. És jó. Már nincs hely. És még van egy hónapunk. Már nincs három nincs annyi, hét, három hetetek. Három hét. Hogy egy picit nagyon így még várom, az ideget belétek vágjam. Három hetetek van. Az az igazság, hogy nagyon boldog voltam, mikor. Ez már tavaly is próbálkoztunk, nagyon sokat köszönhetek Szűcs Ágnesnek, aki egy... Az idősen aktívan idősen érden, aktívan, az idősügyi referens, így van. Így van, te is jól ismered. És már tavaly is próbálkoztunk azzal, hiszen nagyon régen énekeltem a Műveldési Házba már, és... felvetettem, hogy milyen jó lenne csinálni egy ügyesebb növendékeimmel egy mester és tanítványai cím, vagy aztán valahogy nem került, nem, egyszerűen nem jutottunk el oda. És az idén is felmerült, és akkor kiderült, hogy 60-odok, és akkor 60-kodok, kerekedek, és akkor azt mondta, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyet. És akkor igen, de az a helyzet, hogy ez az előadás rólam szól valóban, de nem én rendeztem. Tehát két kollégával, két nagyon drága művész kollégával töltjük ezt az estét a színpadon, de én úgy gondolom, hogy meghívhattam volna ide a 35 évben lévő művészeket. Szerintem egy ilyen 100 embert nyugodtan felállíthattál hát, volna a színpadra. Akikkel együtt dolgoztam eddig, mindet szívesen hívtam volna, de ami lehetetlen, úgyhogy most tulajdonképpen a Budai Beatrix az egyik művész kollega, és a Tibi barát, a másik. És a Buch Tibor, és ez azért érdekes, tulajdonképpen ez is a véletlen műve, hogy Budai Beatrixnek, aki a Danko Rádiónak a szerkesztő műsorvezetője, most már jó ideje, és ő neki az édesapjával, Budai Bélával én nagyon sokat dolgoztam együtt, mondhatnám a pályámat, mikor kezdtem 35 évvel ezelőtt ővele. Ővele, tehát egy zongorán kísérte a műsorainkat, és fantasztikus ember, nagy tudású, és nagyon szerettem vele együtt dolgozni. És hát a Buch Tibor pedig az az érdekessége, hogy még darabban nem játszottunk soha együtt, de voltak fellépéseink, ugye, gálakoncerteken, sőt egy Danko klub erejéig is voltunk Szeged. Hát ő mellett. Nagyon sokat a horvát fivérekkel szokott járni, fellépni, igen, így igen, van. Igen, akiket én a Veszprémi Színházból is ismerek. Az én meg a Fehérváriból. Te meg a Fehérváriból. Óriási. Látod, hogy igen. Mindenfele van kötődés, ez igen. Csodálatos, úgyhogy... Úgyhogy, na, szóval nagyon örülök, és biztos, hogy egy szép este lesz. Illetve délután. Igen, mert az este, az van benne, zsigerileg az este van bent az emberben, este. Hogy hát színház, akkor igen, estéről beszélünk. Egyszer képzeld, ezt még gyorsan elmondom, ha belefér. Maros Gáborral, Szegény Május sem lehet köztünk. 10 órakor kellett egy órás operett előadást tartanunk a gyógyszergyárban. A helyszín is nagyon klassz, az időpont még jobb. Igen, és mikor végeztünk, és kijöttem onnan olyan 11:30 lehetett, és én teljesen meg voltam győződve, hogy este van, mert a feelingje meg az egész olyan volt, hogy este van. És mondom, úristen, még előtte van az egész nap, ez hogyan? Jó, igen, úgyhogy... végül is akkor azt csinálok, amit akarok innentől kezdve. Hát, jó, úgyhogy nagyon várom ezt az előadást, és remélem, hogy jól fog sikerülni. Köszönöm szépen, hogy derűt hoztál ide a stúdióba, hát és hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy jöhettem, hogy rám telefonáltál, nagyon köszönöm, és hogy személyesen is találkoztunk, hiszen rengeteg kötődésünk van, mint kiderült. Ez így igaz. És azt még egy mondat erejéig, hogy annak is nagyon örültem, hogy az én drága növendékem Bartus Barbara, aki a diszkó dráma zenekarnak az énekese, a szólista, ezt nem hagyhatom ki. Imádtam a Barbit, 8 évig tanítottam magánénekre, és ő az a tanítványom, akire azért vagyok büszke, mert koloratúr szoprán, operai hanggal képzeld el, és ezt a műfajt választotta. Tehát zsigerből erre született, és mégis akkora hangterjedelme van, hogy na ez a fantasztikus, hogy tanít az ember ugye növendékeket, és ő kitalálja, megmutatja
hogy magát, hogy mibe fogja ő jól érezni. Majd én a Funkyban, majd én azt tudom. Igen, de jól áll neki, és nagyon jó. Igen, és itt voltak. Igen. Szóval nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, és nagyon jó energiákat kívánok majd ehhez a 60-adikhoz, az előadáshoz. És utána még azt mondtad, hogy szeretnél nagyon sokáig élni, úgyhogy maradjon így. Vagy ahogy a nóta mondja, jó volna 120 évig élni, tudod. Sárosi Katinak van ez a dala. Úgyhogy Nádas Gábor szerzeménye, úgyhogy jó volna 120 évig élni, úgyhogy jó volna, de egészségben. És így legyen. Így van. Szóka Júlia volt a vendégem. Folytatjuk. Majdnem szombat, pláne délután.